40 éve vártak a nyírlugosiak az útfelújításra. Pár évvel ezelőtt már nagyon komoly problémát jeleztek a lakók, miszerint a város megközelíthetősége szinte lehetetlenné vált a rossz minőségű út miatt. A kormány tavaly nyitotta meg a hazai forrású 100 milliárd forintos program keretét, amelyre a nyírlugosi útfelújítás is pályázott. Ennek eredménye egy 1 milliárd forintos támogatás lett, amelyből elkészültek az építési tervek a közútkezelő jóvoltából, majd megépült a kiváló minőségű út. A két út felújítása más időpontban kezdődött. Emlékeim szerint július elején kezdődött a 4903-as út felújítása, míg augusztus elején pedig a Nyír Mihályt Nyírlugossal összekötő 4914-es út felújítása. Az már készen van. Gyorsabban haladtak a munkával a kivitelezők, és reméljük, hogy ezen útszakasz is hamarosan elkészül. A Szent Péter és Pál görög katolikus általános iskola előtt egy leállósávot is kialakított az önkormányzat. Ezt saját 15 millió forintos forrásból építették ki. Erre azért volt szükség, mert 5 környékbeli településről járnak ide diákok, akiket a szüleik sokszor autóval hoznak, és eddig nem tudtak hol megállni. Most ez a probléma megszűnt, de van, ami még megoldásra vár. Az autóbusz, ami szinte óránként jár Debrecenbe, vagy 2 óránként, és a környék 6-7 településéről összeköti a Debrecennel itt a dédnyírséget, ott is katasztrófa, akár Nyírbirtok irányába, akár Nyíracsár vagy Vámospécs irányába. Az lenne a következő legfontosabb dolog. Ami még úgy gondolom nagyon-nagyon fontos itt egy mikrocentrum Nyírlugos tulajdonképpen, bölcsőde hiány van, tehát úgy gondolom lassan, egyre nagyobb a munkaerőhiány, önök is tapasztalják. Az lenne jó, hogyha minél többen dolgoznának, akár még fiatal anyukák is. Ezért úgy gondolom, a következő fontos lenne egy bölcsőde tervezése, építése. Ezen kívül az idősek bentlakásos lehetőségein is szeretne javítani a polgármester. Továbbá cél az is, hogy a település zöldebb és élhetőbb legyen.